Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmink Bész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A Duna holtágok megmentéséért dolgoznak, 50 milliárd forintba kerülne a rehabilitáció. Civil gála Dombóváron helyi szervezetek munkáját is díjazták. Különleges élményt kaptak a gyerekek, 109 bátaszéki kicsi nézhette meg térítésmentesen az előadást. 9 év börtön a brutális támadónak, nem csak az erőszakos férfit, az élettársát is elítélték. A Duna holtágainak megmentéséről tartottak szakmai megbeszélést Tolnán az érintett települések vezetőivel. Az eseményen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is. Ő elmondta, a holtágak a térségben olyan jelentős szerepet töltenek be, hogy bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentésére. A tolnai, faddi és a bogyiszlói dunaholtágak rekonstrukciójáról, fejlesztéséről egyeztettek szakemberekkel az érintett települések polgármesterei Tolnán. A Peszófer Ágnes szerint a 24. órában vannak, ezért nagy öröm számára, hogy a megvalósítás felé vezető úton már gyorsabban haladnak. Én nagyon boldogan vagyok házigazdája itt a Tolnai Városháza egy ilyen megbeszélésnek, de ennél sokkal nagyobb öröm az, hogy úgy tűnik, hogy a politika is ez mögé áll, és én nagyon remélem, hogy a közeli jövőben a tervezésre, a konkrét tervezésre, a tervek elkészítésére, távoli jövőben pedig a megvalósításra is lesz forrás. A faddi holtág állása jelenleg nagyjából 115 cm, ez többek között a mostani csapadékos időjárásnak, illetve a tavalyi vízátemelésnek köszönhető. Azonban itt nem dőlhetnek hátra, mondja a polgármester. Természetesen folyamatosan foglalkoznunk kell a probléma kezelésével, hiszen ez napi probléma, és azért nekünk van egy dombori üdülőtelepünk, ahol közel 700 üdülő van. Egy nagyon messze földön híres üdülőtelepről beszélünk, az ország minden részéről mondhatom, hogy jönnek ide, pihenni válnak, üdülni válnak, úgyhogy vágyók, úgyhogy nekünk nagyon fontos, hogy a holtagoknak a vízszintjét és magát a vízminőségét megpróbáljuk megőrizni. Egy tavaly elkészült tanulmányterv szerint 50 milliárd forintra lenne szükség a három holtág rehabilitációjára. Ilyen pillanatban az 50 milliárd forint így egyben még nem áll rendelkezésre, ezért a mostani megbeszélésnek az volt az egyik fő témája, hogy milyen prioritások mellett keressük meg azokat a forrás lehetőségeket, mind az Európai Uniós forrásokat érintően, mind a mezőgazdasági öntözéshez kapcsolódó források, vagy adott esetben turisztikai forrás lehetőségek, amelyek ráfűzhetők erre a nagy projektre. Horváth István hozzátette, hogy a projektnek belátható időn belül meg kell valósulnia, hiszen csak így menthetik meg a holtágakat. A megbeszélésen részt vett Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos is, aki elmondta, hogy ezúttal sikerült egy prioritási sorrendet felállítaniuk. Illetve már a fejlesztési ügynökség lépéseket tesz annak érdekében, hogy egy olyan költségtáblát elkészítsenek, hogy egy olyan forrás allokáció álljon rendelkezésünkre, aminek alapján a tervezéshez szükséges forrásokat a későbbiek során elő tudjuk teremteni. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy miután a holtágak a térségben ökológiai, turisztikai és öntözés szempontjából is jelentős szerepet töltenek be, bízik benne, hogy a kormány támogatását is meg tudják szerezni azok megmentésére. Az Agrárminisztérium és a kormány, ahogy eddig, a jövőben is a gazdálkodók mellett áll, és elítéli a helyi földadók bevezetésének minden formáját, közölte közösségi oldalán Nagy István. Az agrárminiszter elmondta, felelőtlennek tartja a földadó bevezetését, hiszen az elmúlt 2 évben példanélküli volt a mezőgazdaságra rakódó nehézségek súlya. A koronavírus járvány, a történelmi léptekű aszály és a brüsszeli szankciók miatti jelentős termelési költségemelkedés így is hatalmas terhet rót és ró a gazdálkodókra. Nagy István kitért arra is, hogy minden nehézség és kihívás ellenére a magyar mezőgazdaság az elmúlt 2 évben is biztosította a lakosság jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel való ellátását, miközben emelkedett a kibocsátás és az agrárexport. Hozzátette, a földadó az élelmiszerek drágulását is okozhatja, a következmények tehát mindenkit érintenének, ami elfogadhatatlan.
A 2023 és 27-ig tartó közös agrárpolitika stratégiai tervben eddig soha nem látott források állnak rendelkezésre az agrárium fejlesztésére. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ágazatba befektessünk, értéket teremtsünk, és ne hozzuk hátrányba a gazdákat az olyan elhibázott intézkedésekkel, mint a földadó bevezetése. A civil tanács ünnepségén köszönték meg a szervezetek munkáját Dombóváron. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjének közreműködésével 3 díjat is átadtak, azért a társadalmi munkáért, amivel a közösséget erősítik a helyiek. Az életfeladatokat nem kitalálni kell, hanem megtalálni. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője Dombóváron, a civil gálán. A városban szép hagyománnyá vált, hogy a civilek napjához kapcsolódva köszönthetik azokat az önkénteseket, akik példaként állnak valamennyiünk előtt, mondta az államtitkár. Dombóvár életében mindig is fontos szerepet vállaltak a helyi civil szervezetek, sportszervezetek, és az önkormányzattal karöltve számos programot, színvonalas rendezvényt valósítanak meg az év során. A civil egyesületek felelősségvállalása, önkéntes munkája, jelenléte az élet számos területén jelent segítséget, a sportban elért szép eredmények, az országhatárokon átívelő hagyományőrző tevékenységek, a kultúra ápolása, valamint az idősek gondozása. A civil tanács a gálára meghívta a városban működő egyesületek, szervezetek tagjait, képviselőit, ahol a helyi fellépők műsora színesítette az estét. Az ünnepség alkalmával bővült a dombovári civil díjasok száma is. Az idei évben visszatérünk a régi hagyományokhoz, hogy a civil gálán kerülnek átadásra a civil díjak. Ebben az esztendőben 2 civil kapott személyes díjat, valamint 1 civil szervezet kapta civil egyesületeknek járó díjat. Dombováron, ahol a civilek mindig is fontos szerepet vállaltak a város életében, méltóképp tisztelegtek a szervezetek felelősségvállalása társadalmi munkája előtt. Szücs Boglárka a 2023-as év első dombóvári újszülöttje. Pinter Szilárd polgármester látogatást tett az év első kisbabájánál és szüleinél. A jó kívánságok mellett ajándékkal kedveskedett nekik. Bogi gondozásához egy 40 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal járult hozzá a város első embere. Különleges élményben lehetett része 109 bátaszéki kisgyereknek. Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke ugyanis megszervezte, hogy teljesen ingyenesen vehessenek részt a Fővárosi Nagy Cirkusz Jégkirályság című előadásán. A nem mindennapi program során a kicsiket további meglepetés is várta. Részlet a Fővárosi Nagycirkusz Jégkirályság című előadásából. A művarázslatos mesevilágba kalauzolta a közönséget. A bűbályos lények nem csak a piruetteket és a jégtánc elemeit mutatták be a jeges porondon, hanem lenyűgöző artista számokat és bájos kisállatokat is. Hátizsákos gyerekek sietnek a buszra. Korán kellett indulniuk a bátaszéki kicsiknek, hogy részt vehessenek a nem mindennapi látványosságon a fővárosban. Összesen 109-en utaztak térítésmentesen Budapestre, hogy ingyen nézzék meg a jégkirályságot. A bátaszéki óvodások és a bátaszéki óvonők kerestek meg azzal a céllal, hogy szeretnék esetleg meglátogatni a budapesti fővárosi nagycirkuszt, és tudnék ebben esetleg az utazásban valamilyen módon segíteni. És akkor úgy gondoltam, hogy nem csak az utazásban igyekszem helytállni, hanem Fekete Péter igazgatóra van egy hosszú régi munkakapcsolatom, és most mondhatom azt, hogy egy jó baráti kapcsolatom is, és igazgatórat megkértem arra, hogy ha lehetősége van, akkor ezeket a bátaszéki gyerekeket részesítsük egy ilyen örömbe. A gyerekek tehát így nézhették meg a nemzetközi szinten is kiemelkedő előadást. Sőt, a bátaszéki fiatalokat még meglepetések is várták a kaland során. Kivetítőkön ki volt írva, hogy köszöntjük a Tolna vármegyei vendégeinket, és tényleg olyan otthonos körülményeket próbáltak teremteni a cirkuszba, ami azt gondolom, hogy tényleg szívet melengető, hogy ott a fővárosban a Tolna megyei gyerekek, ahogy otthon érezhették magukat, mindenki kapott az előadás mellé ingyen popcorn,
rekord is, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon kitett magáért a fővárosi nagycirkusz. A mostani felajánlásnak köszönhetően tehát 109 gyermek vehetett részt a különleges programon. 23 éve nyilvánították február 4-ét Nemzetközi Rákellenes Világnappá. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, annak megelőzésére, diagnosztikájára és kezelésére. A daganatos megbetegedés Magyarországon, Európában és a világon is a második leggyakoribb halálozási oknak számít. Hazánkban évente 78 ezer embert diagnosztizálnak valamilyen rákkal, és egy évben 32 ezeren halnak meg daganatos betegségben. A szakértők szerint, ha mindenki rendszeresen járna szűrővizsgálatra, jelentős mértékben csökkenhetne ez a szám. Egy nap alatt 5 anyagi káros baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök Tolna vármegye útjain. Nagykonyiban egy kis teherautó és egy kocsi tolatott össze, mindkét sofőr figyelmetlen volt. A 6-os számú főúton először a 148-as, majd pár órával később a 146-os kilométer szelvényben történtek ütközések Szekszárd és Kakast között. Emellett több vadelütés is történt. Többrök közön egy férfi autóval közlekedett a 65-32-es úton Dombóvár irányába, amikor a Rákóczi utcában egy jobbra ívelő kanyart követően, mivel nem az útvonal vezetésének megfelelően vezette a kocsit, letért a baloldali árokba, és ott egy hídgyűrűnek ütközött. A sofőr használta a biztonsági övét, így nem sérült meg. A rendőrség továbbra is arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a szabályokat. 9 év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek egy szerelmes párt a szekszárdi törvényszéken, amiért az élettársi viszonyban élő férfi életveszélyesen bántalmazta egy korábbi haragosát és annak nő ismerősét. A brutális támadónak nem ez volt az első hasonló ügye. Egyszerűen berontott az áldozat házába a dühös támadó. A férfi egy nő ismerősével ült az egyik szobában, amikor hirtelen minden előjel nélkül rájuk támadt. Azt kiabálta, egy korábbi sérelme miatt akar revansot venni. Először a haragosát ütötte legalább 4-szer arcon, aminek hatására az áldozat koponyacsontja 10 helyen eltörött, így életveszélyes állapotba került. Ezt követően a barátnőt kezdte ütni, vágni. Az asszony bordái eltörtek, miután még a földön is megrúgta őt. A brutális támadás ügyében most született ítélet. Mivel az indulatait kezelni képtelen férfit az élettársa is elkísérte a bántalmazás helyszínére, mindkettejüket elítélte a bíró. Szekszárdi törvényszék a vádlottat, mint különös visszaesőt, 9 év börtönbe végrehajtandó szabadságvesztésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, életveszélyt okozó testi sértés büntetének kísérlete és súlyos testi sértés büntette miatt. A most 9 év börtönre ítélt vádlott esetében rengeteg súlyosító tényező volt, mások mellett, hogy korábban már elkövetett hasonló bűncselekményt. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte a vádlott többszörösebb büntetett előéletét, ittas állapotát, az elkövetésnek a kitartó, elhúzódó módját, jellegét, azt a tényt, hogy a sértettet saját házában bántalmazta, továbbá azt, hogy férfi létére egy nőt bántalmazott. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész 3 nap gondolkodási időt kért, a vádlottak pedig felmentésért fellebbeztek. Regionális híreink következnek. Orvosi segédeszközök után igényeltek állami támogatást jogtalanul, Baranyában is több gyanúsított van. Nehéz, de sikeres évet zártak Vajszlón, az idei tervekről is beszélt a polgármester. Február 2-a a Sünik világnapja, egyre elterjedtebb a sün, mint házi kedvenc. Több baranyai gyanúsítottja is van a rendőrség tájékoztatása szerint annak az országos ügynek, amelyben orvosi segédeszközök után járó állami támogatásokat igényeltek vissza jogtalanul. Orvosokat, cégvezetőket, alkalmazottakat vettek már őrizetbe. Tavaly november óta nyomoznak, január végén pedig újabb házkutatásokat tartottak, vettek őrizetbe gyanúsítottakat. Házkutatások, készpénz és egyéb értékek, illetve iratok lefoglalása látható a rendőrségi felvételeken. Január végén az ország több pontján, így Baranya vármegyében is lecsaptak a rendőrök, abban az ügyben, amelyikben költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.
A mostani akcióban egyébként közel 250 rendőr és több mint 60 helyszínen vett részt és tartott kutatásokat. 17 elkövetőt fogtunk el, 6 orvost, 8 cégvezetőt és 3 alkalmazottat. Így jelenleg már 26 gyanúsítottal szemben folyik a büntetőeljárás, tekintve, hogy múlt év végén 9 főt vontunk eljárás alá. Több mint a fele az eljárás alá vontaknak Baranya megyéhez kötődik, és a helyi vármegyei rendőrfőkapitányságnak a nyomozói folytatják velük szemben a büntetőeljárást. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőn keresztül károsították meg az államot a gyanú szerint. Olyan összegeket igényeltek vissza a NEAC-tól, amire jogosulatlanok voltak, mégpedig úgy, hogy ezekhez a visszaigényelt állami támogatásokhoz fiktív adatokat használtak fel a benyújtott dokumentumokhoz. Általában 50 ezer forintos támogatási összeget igényeltek vissza cipőnként, tehát gyógyászati segédeszközönként. Ezekből pedig jelentős összegre tettek szert a nyomozók szerint. Az elkövetők tevékenységükkel kárt okoztak az államnak, és közvetve azokat az embereket is megkárosították, akik saját maguk vagy a munkáltatójuk útján rendszeresen megfizetik az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Az eddig feltárt jogosulatlanul visszaigényelt összeg több 100 millió forint. A nyomozók a gyanúsítottak folyószámlájáról, illetve tőlük készpénzben összesen 80 millió forintot foglaltak le, míg vagyonvisszaszerzés keretében további több mint 70 millió forintnak megfelelő vagyont vontak el, illetve zároltak. A TEK műveleti egységeire azért volt szükség az elfogások során, mert több elkövető engedéllyel tartott lőfegyverrel rendelkezett. Nehéz, de sikeres évet vártunk Vajszlón, mondta a település polgármestere. Horváth István beszámolt többek között a megindult fejlesztésekről, az életszínvonalat emelő beruházásokról. A városvezető bizakodva tekint az idei évre. A 2022-es év gazdasági nehézségei, mint a legtöbb magyarországi települést, úgy Vajszlót is megviselték, mondta elstábunknak a község polgármestere. Horváth István szerint bár nehéz esztendőn vannak túl, sikerült eredményesen működni. Elégedett természetesen nem vagyok. Mert miért elégedett lesz az ember a pillanatban, megáll a fejlődés. Sok küzdelemmel, sok kilódással, közel sem olyan hatékony, mint ahogy szerettük volna, de készült minden, amit elterveztünk. Minden lassabban készült, kicsit vontatottabban, de nem álltunk egy helybe. A polgármester arról is beszámolt, hogy számos fejlesztés indulhatott el a településen. Ilyen például a szociális alapszolgáltatási központ építése, ahol korszerű körülmények között fogadhatják a helyieket a családsegítő központ munkatársai. Ráemelési kérelemmel kormányzati támogatással valósul meg az eredetileg 80 millió forintos projekt. Emellett egy 150 millió forintos TOP pályázat keretében bölcsöde is épülhet hamarosan, jelenleg a tervezési szakaszban van a projekt. Egy régi álom is valóra válhat, hiszen egy összesen 2,4 milliárd forint értékű beruházás is kezdetét veheti, amely több elemből áll. Kézilabda munkacsarnokból egy futballpálya, 40x60-as méretű pálya, 400 méteres futókörrel, egy sportszálló, és egy úszoda, ami tanúszodának indult, de végül is kormánnyal kötött megállapodás alapján egy nagyobb méretű úszoda lesz, 33 méter hosszú úszoda, 1 méter széles medencével, ahol férfi felnőtt vízilabda pálya elfér. Az idei évre bizakodva tekint a polgármester. Bár a megemelkedett energiaárak és az infláció miatt spórolni kell, de igyekeznek a legtöbbet kihozni a helyzetből. A Horváth Istvánnal készült hosszabb beszélgetést hamarosan Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Február 2-a a sünik világnapja, egyre népszerűbb ilyen állatot tartani házi kedvencként. Nem mindegy azonban, milyen fajtát és hogyan tartunk. A kelet-európai sün például védett állat, de az afrikai fehér hasú törpesün egymás igen elterjedt díszállat. Ezek a tüskés rágcsálók ragadozók bogarakkal, lárvákkal táplálkoznak. A természetben pedig a sünik is alszanak téli álmot. Február 2-a a sünik világnapja. Ez a nap eredetileg a mormoták ünnepe az Egyesült Államokban, ahol egy tavaszváró időjárás jósló hagyományhoz kapcsolódik. Ezt a kisállatot sokan házi kedvencként is tartják. Fontos azonban, hogy a hazánkban is elterjedt kelet-európai sün védett állat, így ezt a fajtát tilos otthon tartani. Ezzel szemben az afrikai fehérhasú törpesün egy népszerű kis kedvenc.
Őket szabad tartani, tehát az ő tartásukat annyi különleges engedély nem kell. Természetesen, hát ők is a sünnösök méltó életet élnek, de azt is tudni kell, hogy őneki ez a teljes kifejlett nagysága, tehát azért törpesűn, másrészt hát azt is tudni, hogy Afrikából származik, tehát ő azért nálunk a szabad természetben nem is élne meg, melegebb éghajlathoz, melegebb időjáráshoz szokott. A sünit soha ne itassuk tejjel vagy más itallal, csak tiszta, ne túl hideg vizet tegyünk nekik egy tálkába. Ha pedig visszagondolunk a mesékre vagy illusztrációkra, számos helyen láthatjuk a sünöket almával a hátukon ábrázolva. Ezek az állatok viszont intenzív ragadozók, akár egy kisebb testű egeret is elejtenek és gyorsan mozognak. Elsősorban azért húst teszik, kiegészítésként természetesen azért kaphat almát, meg gyümölcsöt, zöldséget, de nem ez az elsődleges tápláléka. Ha otthon tartjuk ezeket a kis sünöket, akkor nagyon szívesen elfogyasztják a macskakonzervet, diszkukasz, gyászbogállával, tücsök, tehát minden ilyesmit övömmel tesznek meg. A sünök is alszanak egyfajta téli álmot. Bár az afrikai fehérhasú törpesünre ez annyira nem jellemző, ha a hőmérséklet csökkenést észlel, ez a fajta is képes erre. Ilyenkor októbertől áprilisig hibernálódnak, lecsökken a testhőmérsékletük, lassabban is mozognak és kevesebbet esznek. A tavaszi és őszi időszak pedig a legveszélyesebb a sündisznók szempontjából, hiszen a fűnyírás és avarégetés épp a természetben kedvelt élőhelyeiket bolygatja fel. Nehezen vehetők észre, ugyanis ezek az állatok napközben elbújnak, majd éjjel indulnak zsákmányszerző útra. Saját maguknak keverhetnek a téli megbetegedések elkerülését segítő készítményeket a pécsi Meszesi általános iskolások. A teljesen természetes eredetű hatóanyagokról, az illóolajokról tudhattak meg hasznos információkat egy különleges foglalkozás keretében. A receptek alapján egy szakember segítségével megtanulták összeállítani az aromaterápiás oldatokat is játékos formában. Illóolajokból kever oldatot a negyedikes Juhos Benjamin. Pécsen a Meszesi általános iskolában tartották ezt a különleges foglalkozást. Ezek az olajok nekem nagyon tetszettek, meg a narancsreszelt citromosat összekevertem, és aznak nagyon jó a szaga, többieknek nem ízlett a levendula szag, de nekem nagyon ízlett, mert kemény az íze, kemény a szaga, de az nekem tetszett. Így beszélt élményeiről a kisdiák kameránknak. Egy szakember mutatta be, hogy milyen olajok vannak, és ezeket mire használhatják a gyerekek, akár otthon is, maguk készítve a szükséges oldatokat. Tanuláshoz nagyon jó a borsmentaolaj, citromolaj, de lehet kapni különböző keverékeket is, meg össze is lehet állítani ezekből, kinek mi tetszik. Tehát leginkább a borsmenta, ami fokozza a koncentrációt, meg a citrom illóolaj. Megfázás az eukaliptusz, ami legeslegelső, de jó lehet a borsmenta illóolaj is. A teafa illóolaj nagyon-nagyon jó levegőfertőtlenítő, illetve a citrom illóolaj is nagyon jó levegőfertőtlenítő, tehát egy vírusos időszakban azt is nagyon jó használni. Az erdei fenyő nagyon jó légúttisztító, ami segít például a téli időszakban, mondja a szakember. Az órarenden kívüli foglalkozás jól illik az iskola elveihez, mondja a pedagógus. Fontosnak tartjuk a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet, és ez a téma is nagyon ragyogóan illeszkedik az ökoiskolai programunkba, és nagyon fontosnak tartjuk, különösen itt az alsó tagozaton, hogy amennyire csak lehet a gyerekeknek a különböző érzékszerveit be tudjuk kapcsolni egy foglalkozásba, és ez most ilyen szempontból is egy nagyon különleges dolog volt. Egy rajzpályázaton szerepeltek jól a gyerekek, ezért kapták jutalmul ezt az aromaterápiás foglalkozást egy egyesület szervezésében. Mivel az egyesületünknek amúgy is az alapító kiretában szerepel az, hogy egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok szervezése, egyrészt, másrészt, mivel én magam is gyakorló anyuka vagyok, és tudom, hogy a megfázós téli, fénytelenebb és hidegebb időszakban jó jön egy-két természetes trükk, amivel prevenciót végezhetünk, főleg a légúti betegségek kapcsán, tehát ebből a kettőből állt össze bennem ez az ötlet. A szakember egy mesekönyvet is írt az illóolajokról, az aromaterápiáról. Ezen keresztül játékos formában mutatja be a 100%-ban természetes alapanyagokból készült hatóanyagokat a gyerekeknek. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnavár megyei híreinket még egyszer röviden. A Duna holtágak megmentéséért dolgoznak, 50 milliárd forintba kerülne a rehabilitáció.
civil gála Dombóváron helyi szervezetek munkáját is díjazták. Különleges élményt kaptak a gyerekek, 109 bátaszéki kicsi nézhette meg térítésmentesen az előadást. 9 év börtön a brutális támadónak, nem csak az erőszakos férfit, az élettársát is elítélték. Szombaton kifejezetten szélviharos időre készülhetünk, a Dunántúlon 80-100 km/órás széllökések várhatók, de a magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton déli partján néhol 100 km/óra feletti lökések sem zárhatók ki. Emellett a Dunántúlon napsütéses idő lesz a jellemzőbb, éjszaka többnyire derült időre van kilátás, legfeljebb csak elvétve lehet egy-egy futó hózápor. Vasárnap országszerte mérsékeltebb, de keleten még gyakran élénk légmozgás valószínű. Erőteljesebb lehűlés kezdődik, hétfőn hajnalban reggel többfelé lehet erősebb, mínusz 5 fok alatti fagy. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!